Az Indigo törzs szinte a legismeretlenebb alakulat még a képregényrajongók között is, holott a hétlámpás alakulat közül ők a legerősebbek. Az Indigo fény viselői a könyörület erejével bírnak. Évtizedekkel ezelőtt erőszakos felfedezők szállták meg a Nok bolygót, melyen az őslakosokat befogták rabszolgának. Ez a rendszer ment egészen addig, míg Abinsur meg nem jelent és megismerkedett Natromóval, egy őslakossal, akivel legyőzték a megszállókat. A zöld lámpás és a benszülött később felfedezte az Indigo fényt a dzsungel mélyén. Az eredeti őslakosok arra használták, hogy a melegénél fegyvert kovácsoljanak. Idővel rájöttek arra, hogy akit megvágnak a fényben kovácsolt pengével, lelki ismeretes lesz. Amíg a felszabadított lámpások visszatértek a dzsungelben, Atromo megtanította Abinsurnak, hogyan használja az Indigo fényt. Barátok és társak lettek. Közösen elkészítették az Indigo gyűrűt, majd Abinsur elhagyta a bolygót. Később egy nővel tért vissza. Azzal a nővel, aki megölte a smaragd lovag lányát. Ő volt az első, aki viselte az Indigo gyűrűt, ami egy picit megváltoztatta őt. A szíve megtelt könyörülettel. Megbánta minden eddigi tettét, beleértve a lámpás gyerekének meggyilkolását. Később Abinsur elment rabszolgákat felszabadítani, miközben Natromo több gyűrűt készített. A zöld lámpás egy törzsel tért vissza, mely a valaha látott legbetegebb gyilkosokból áll. Ők egy seregként szolgáltak Abinsur számára, de a gyűrűkészítés valódi oka az volt, hogy a smaragdlovak könnyedén szabaduljon meg az ellenségeitől. Mivel neki is volt tudomása arról a bizonyos esemény bekövetkezéséről, Abinsur tudta, hogy a zöld lámpás alakulatnak ha egyszer vége lesz, akkor is valakinek a keze által. Úgy gondolta, hogy egy olyan gonosz vagy gonoszok által, akiket ismernek, akik közülük valóak. Ők az univerzum őrzői. Abinsur tisztában volt azzal, hogy az őrzők legyőzhetetlenek, így egy tervet eszelt ki arra, hogy megváltoztassa őket. Az Indigo törzs csak egy egyszerű teszt volt, de mint később kiderült, az ő gyűrűikkel lehet csak megállítani az őrzőket. Az Indigo törzs tagjai mindent, amit birtokoltak, hátrahagytak, hogy életüket a könyörületességnek áldozzák. Egyenruhájuk egyszerű kézzel készített ingek, testükre felfestik az Indigo törzs szimbólumát és egy faragott, lámpásszerű botot hordanak maguknál. A törzs vezető Abinsur lányának gyilkosa Indigo 1-es. Az Indigo fény a legerősebb mind közül. Emiatt csak nagyon kevesen birtokolhatják, hiszen a viselőinek mindent át kell adni az univerzumnak és bírnia kell azzal a képességgel, hogy érezzen minden élőlényt a világon. Ha ha ha!